Köszöntöm a Dombó TV nézőit, Önök Zöld Percek című műsorunkat látják. Minden adásunkban környezetvédelmi témával foglalkozunk. Az elmúlt héten elkezdték kiosztani a komposztálóládákat, nagyon sokan vették át, ez azonban még csak egy lépés a sok közül, amely a környezettudatosság felé vezet. A témáról Szabó Lórend polgármesterrel beszélgettünk. Több nagyon jelentős változás is elindul a szombati nappal, hiszen ezen a napon 20-án tartjuk a takarítási világnapot. Egyrészt meg fognak újulni a szelektív szigetek. Látható nagyon sok helyen, hogy átépültek, kis favázas kerítés veszi őket körül, hogy a környezettől egy kicsit el legyen szigetelve a látvány. Az összes edény lesz cserélve, minden egyes bob tartály megújul, tehát egy funkciójában is és látványában is egy tiszta képet fogunk kapni. Ezen kívül a természetesen Dombóvár csapata készül erre a napra, és szeretnénk felhívni a figyelmet több áruházunknál, ABC-nél arra, hogy az emberek tehetik, akkor a nylon zacskó helyett inkább papírzacskót, papírszatyrot használjanak. Többek között Amerikában, Kalifornia államban úgy tudom, hogy már törvényt akarnak alkotni arra vonatkozólag, hogy ne is lehessen a boltokba kiadni csomagolás céljára nylon zacskót, ugyanis földünk egyik legnagyobb szennyező forrása a nylon zacskó, belekerülve a tengerek vizébe sok-sok évszázad, évezred alatt fognak úgy lebomlani ezek az anyagok, hogy semmiféle veszélyt már ne jelentsenek, úgyhogy mi szeretnénk ezt propagálni egy kis akcióval. A boltokra szólunk oda menni, és ingyen fogunk papírzacskót osztogatni, és felhívjuk az emberek figyelmét, hogy lehetőleg ezt használják, hogyha nem olyan súlyos tárgyat vesznek, amit a zacskó elbír, de ugyanakkor a legtöbb boltban lehet is kapni. Sajnos ma még ugye nem versenyképes a papírzacskó ára a nylon zacskóival, illetve az emberek félnek attól ugye, hogy könnyebben szakad, holott ez nem igaz, ezek már elég nagy kilogramm bíró, súlybíró csomagolóanyagok, zacskó. Hát aztán a legnagyobb akció, az ugye jövő héthez kapcsolódik. Az összes családi házba el fogunk juttatni egy 240 literes úgynevezett kék kukát, hulladékgyűjtő edényzetet. Ez az edényzet arra fog szolgálni, hogy a családok szelektíven ebbe gyűjtsék a hulladékukat. Ezért a hulladékgyűjtő edényzetért nem kell fizetni. Ez a Mecsek Dráva hulladékgazdálkodási programnak a része. Ugye ennek a társulásnak én vagyok az alelnöke, és hát örömmel tölt be, hogy végre eljuttathatjuk a dombováriaknak is ezeket a hulladékgyűjtő edényeket. És ebbe az edényzetbe kell gyűjteni a papírt, a műanyagot, a könnyűfémet. Könnyűfém alatt értjük például a sörös alumínium dobozt, az olufóliát, mondjuk egy konzervdobozt. De például már nem lehet beledobni mondjuk egy halkonzerves dobozt, csak akkor, hogyha kitakarítjuk. És a terv az, hogy ugyanazokon a napokon, mint amikor van a normál hulladékgyűjtés az utcákban, de két hetente, október 6-ával indul az első hét, két hulladékgyűjtő edényt húzzanak ki a kedves dombováriak. Az egyikben van ugye a kommunális hulladék, a másikban pedig a szelektív hulladék. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy úgyis össze lesz borítva, ugye ez a tévhit, hogy összeborítják a kukásautóba a hulladékot, ez nem igaz, hiszen két kukásautó fog egymás után haladni. Az egyikben valóban a kommunális hulladék lesz, a másikban viszont a szelektív hulladék lesz, és az azon nyomban megy le kökénybe a válogató műbe, ahol további szelektálás fog bekövetkezni, és hát várhatóan a piacon az így kapott hulladék nyersanyagot értékesíteni fogják. És ezért nem mindegy, hogy miről beszélünk, hulladék vagy szemét. Szemét ugye az, amivel nem tudunk mit csinálni, az tényleg már valamilyen lerakóba, depóba kerül, viszont a hulladék az, amivel gazdálkodunk, tehát megpróbáljuk újra felhasználni. Az élet legkülönbözőbb területén vannak ma már újra hasznosított anyagok, sokszor nem is tudjuk, hogy mondjuk ez az ing, ami rajta van, lehet, hogy valamilyen PET palackokból készült valahol messze-messze, elsősorban ugye keleten. Ez egy óriási program lesz, hiszen gondoljunk bele, hogy több mint 6000 háztartásba kell eljuttatni ezeket az edényzeteket. A héten meg fog jelenni mindenhol az a szórólap, ahol azt hirdetjük, hogy jövő héten minden nap 10 és 12 óra között, valamint délután 15 és 18 óra között az egyes utcákban lakók hol vehetik át az edényzetet. Magukkal kell hozni a két példányos szerződést, és akkor ott átadjuk majd az edényzetet, illetve elmagyarázzuk, ha valakinek kérdése van, hogy hogyan is kell használni.
A szombati naphoz kapcsolódik még a lomtalanítási akciónk. Régóta igény van rá, hogy most ősszel is kirakhassák az emberek azokat a nem használt dolgaikat, amelyeket nem tudnak hova tenni. Úgyhogy lesz egy ilyen nagyszabású akciónk is. Illetve örömmel jelentem be, hogy október első napjaiban ezt is hirdetjük. Zöld hulladék szállítás is be fog következni, tehát ki lehet rakni a zöldet. Sok anomália van ugye a hulladékgazdálkodásra, sokan jelzik felénk, hogy nincsenek megelégedve, azonban ezzel az új rendszerrel én azt gondolom, hogy merőben jelentős változás fog beállni. Biztos vagyok benne, hogy a hulladékszigetek körüli problémás helyzet nyilván nagy mértékben csökkenni fog, szerintem el is fog tűnni, hiszen az emberek nagyon nagy része otthon fogja gyűjteni ugye szelektíven a hulladékot, és a szelektív szigetekre csak azokat a hulladékokat kell kivinni, ami már esetleg nem fér bele az otthoni hulladékgyűjtőbe. Ja, és hát van egy jogosan feltehető kérdés, hogy mi lesz az üveggel, hiszen arról nem beszéltünk. Az üveget az továbbra is a szelektív szigetekre kell szállítani, de kaptunk még 15 bob tartályt, 1100 literes tartályt, ahova még pluszba ki lehet helyezni, el lehet vinni majd az üveghulladékot. És akkor van még egy plusz kérdés, hogy mi van a társasházakkal. Ez egy kicsit keményebb dió, ugyanis a társasházakhoz is kaptunk tartályokat, ezek az úgynevezett piros 1100 literes tartályok. 250 darab ilyen tartályunk van, azonban, hogy ezek hova legyenek helyezve úgy, hogy a környezetet se csúfítsák, azért a lakók is könnyen elérjék, de mondjuk az érkező hulladékszállító gépjárműhöz is minden nagyobb akadály nélkül odahúzható legyen és kiüríthető legyen a tartalma, na ehhez kérünk egy kis időt. Lesznek már olyan háztartások társasházaknál, ahol már valóban a jövő héten vagy azt követő héten ki tudjuk helyezni. Várjuk különben a közös bizalmiknak a javaslatait, hogy ők mit gondolnak, hogy hol lenne ezeknek a megfelelő helye. A következő egy-két hónap az, amikor ezeknek meg fogjuk találni a helyét. Én nagyon örülök, hogy rekultiválásra került ugye a hulladéktelepünk a 61-es út mellett. Megépült ugye a Kaposztekcső Ipari Parkban a hulladék átrakó állomás. Több ezer új hulladék gyűjtő edényzet kerül kihelyezésre Dombováron. Most már csak az kell, hogy a dombováriak partnerek legyenek ebben a nagyon fontos programban. Értsék, hogy hogyan kell szelektíven gyűjteni, miért érdemes, ezt is megértsék. Tehát egy kicsit a fejekbe közösen rakjuk rendet, és akkor úgy gondolom, hogy még tovább haladunk azon az úton, amit természetesen Dombovár nevében is mondhatok, hogy a környezet tudatos szemlélet az nagyon fontos, hiszen gyermekeinket is erre kell nevelni, mert csak úgy lesz fönntartható Dombovárnak is, az országnak is, meg az egész Földnek az ökoszisztémája, az ökorendszere. Na hát ehhez kell egy óriási nevelő, oktató program, szemléletváltás, hogy úgy mondjam, ilyen mai közkeletű szóval. Nem tudok más mondani, mint az embereknek saját maguknak kell megérteni, hogy ez az egész rendszer nem valakiért, hanem őértük van. Tehát el kell fogadni, hogy sem háztartási salakot, belenkát, olajos dobozokat, veszélyes hulladékot, ugye nem lehet belerakni, arról ott lesz a másik hulladékgyűjtő edény, illetve hát veszélyes hulladékot ugye abba sem lehet, de ezért van például az Erzsébet utcában, most már Lucahegy átrakó állomása hulladék udvarnál olyan konténer, ahol ingyen befogadják. Ezek is utána járást igényelnek, valóban kell egy kicsit dolgozni, de hát valójában őszintén azért saját magunk elől vesszük el a pénzügyi forrásokat. Tehát a dombováriak ismernek már annyira, hogy nagyon igényes vagyok a környezetünk tisztaságára, rendben tartására. Most, ha odarakják a szelektív hulladékgyűjtő edény mellé a hulladékot, úgyis elszállítjuk, el fogjuk takarítani, de ez pénzbe kerül. Energiába kerül, és ez a pénz, ez valahonnét hiányzik. Ezt a pénzt sokkal inkább lehetne járdaépítésre, játszótér felújításra, vizes árkok tisztítására fordítani, mint hogy azokat keressük, kövessük, azok után takarítsunk, akik a közösségi rendet úgymond nem akarják betartani. Köszönöm figyelmüket, már ennyi fért adásunkba, tartsanak velünk két hét múlva is. Viszontlátásra! Can't